tűzszünetről állapodott meg az izraeli vezetés és az iszlám dzsihád nevű terrorszervezet. Az egyiptomi közvetítéssel egyeztetett fegyvernyugvás tegnap késő este lépett életbe, azonban sajtóértesülések szerint azóta mindkét fél indított újabb rakétákat. Az izrael és a gázai övezet között kedden kiújult konfliktus eddig több mint 30 ember életet követelt, az áldozatok mintegy fele civil. Ünneplő tömeg lepte el Gáza városának utcáit szombat éjjel, miután elterjedt a tűzszünet híre. Az izraeli kormány és a gázai övezetben működő iszlám dzsihád nevű terrorszervezet egyiptomi közvetítéssel állapodott meg a fegyvernyugvásról. A tűzszünet este 10-kor lépett életbe, több pontban is megállapodás született, amelyek közül a legfontosabb a tűzszünet, vagyis leállítják népünk otthonainak bombázását, valamint a merényleteket az Al-Quds egységek és a palesztin ellenállás ellen. Cserébe csapataink befejezik ezt a támadási hullámot, de a megszállók bármilyen ostobaságára vagy merényletére válaszlépéseket fogunk tenni, amiért a cionista ellenség a felelős, fogalmazott az iszlám dzsihád szóvivője. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a tűzszünetet, amelyben kiemelték, a csendre csenddel válaszolnak, azonban ha fenyegetik őket, akkor minden szükséges védelmi intézkedést meg fognak tenni. Még percekkel a fegyvernyugvás életbelépés előtt is rakéták világították meg az eget a térségben. A BBC úgy tudja, hogy a felek a meghatározott időpont után még 2 órával is indítottak lövedékeket mindkét oldalról. Izraeli jelentés szerint kedd óta mintegy 400 légitámadást indítottak az iszlám dzsihád ellen, amelyekben a terrorszervezet 6 parancsnokával végeztek. Az iszlamisták pedig több mint 1200 rakétát lőttek ki, amióta kedden kiújultak a harcok a térségben. Izrael állítja, hogy a Gázából indított támadások alig 3/4 ért el a területüket, a többi a gázai övezetre zuhant. Ezt az iszlám dzsihád tagadja, szerintük az izraeli haderő rakétái okoztak kárt a palesztin térségben. Bár az izraeli területeket az úgynevezett vaskupola rakétavédelmi rendszer védi, így is becsapódott néhány lövedék az ország déli részén. Megszólaltak a szirénák, anyám is én aludtunk, ketten laktunk csak a házban. Felébresztettem anyámat, hogy biztonságos helyre menjünk. Miután odaértünk, hatalmas robbanást hallottunk, nagyon ijesztő volt. Egészen eddig nem hittük, hogy a mi házunkat is találat érheti. Emlékezett vissza egy férfi, akinek az otthona lakhatatlanná vált. Az összecsapások 5 napja alatt a határvonal palesztin oldalán több mint 30 halálos áldozatot jelentettek, akiknek a fele civil, eközben az izraeli oldalon 2 vesztették életüket, egy helyi nő és egy palesztin férfi, aki dolgozni járt át Dél-Izraelbe.